100 millió forintos kártérítésért pereljük a Facebookot, és követeljük, hogy a Facebook állítsa vissza a tavaly az európai parlamenti választások hajrájában törölt 207 ezer követővel rendelkező Facebook oldalamat. Követeljük azt, hogy adjon a Facebook elégtételt a jó hírnevem megsértése miatt, tehát személyiségi jogi perről van szó, amit elsősorban azért indítottunk a szegedi törvényszéken egyébként, mert hogyha valaki szeretne megosztani bármit velem kapcsolatban, akár a képmásomat, akár a családnevemet leírni, akkor a legtöbb esetben egy olyan automatikus üzenetet kap a Facebooktól, amely arról szól, hogy veszélyes személynek nyilvánítottak Zuckerbergék, és a veszélyes személyek leírásában az szerepel, hogy terrortevékenység, tömeggyilkosság, sorozatgyilkosság, emberkereskedelem és egyéb hasonló bűnök miatt lehet valakit ilyen személyén nyilvánítani. Én azt gondolom, hogy háromszorosan megválasztott polgármesterként, parlamenti, megyei és önkormányzati, települési önkormányzati képviselőkkel rendelkező párt elnökeként különösen sértő és személyiségi jogaimat, jó hírnevemet sértő az a gyakorlat, amit a Facebook produkál. Felvettük a kapcsolatot a Casa Poundot képviselő olaszországi ügyvédi irodával, amely hasonló ügyben pert nyert már a Facebook ellen, és olasz bíróság kimondta már, hogy a Facebook köteles visszaállítani azoknak a politikusoknak, politikai pártoknak a Facebook oldalát, amelyet korábban töröltek, illetve kártérítésre is kötelezte az olasz bíróság a Facebookot. Az olasz iroda megküldte számunkra az ítéletet, illetve a bírói indoklást, amelyet szintén felhasználunk majd ebben a perben. Ugyanígy az Instagram oldalam is törlésre került, amelyről bizonyítékokat ugyancsak csatoltunk, ami nagyon érdekes, hiszen ez év január 21-én az Instagram, ugye ugyanúgy a Facebook a tulajdonosa az Instagramnak is, küldött egy levelet, amelyben arról tájékoztatnak engem, hogy tévedésből törölték korábban az oldalamat. Három nappal később pedig kaptunk egy levelet egy magát jobbikosnak nevező szemétől, aki büszkén mutatta és elküldte nekünk azt a képernyőmentést, ami az Instagram üzemeltetőivel való levelezéseiről szólt, amellyel tulajdonképpen politikai diszkriminációt alkalmazva tudta töröltetni azt az Instagram oldalamat, ahol ráadásul kizárólag családi képek, magánjellegű képek szerepeltek. Tehát ez is bizonyíték arra, hogy a Facebook politikai diszkriminációt követel. Egyébként nem csak Magyarországon. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy 2019 májusában, amikor a Facebook oldalamat törölték, azzal egy időben több magyarországi, jobboldali, többek között sajtóterméket kiadó cég hirdetési fiókját is törölték. Tehát teljesen világos és egyértelmű, hogy politikai alapon az úgynevezett jobboldali, tehát keresztény nemzeti ideológiát képviselő pártokat, politikusokat cenzúrázta 2019 májusában a Facebook. Egyébként nem csak Magyarországon, Lengyelországban, Olaszországban, az Amerikai Egyesült Államokban, Angliában, tehát számos országban egy időben ugyanazon a héten hasonló módon indoklás nélkül töröltek oldalakat. Egyéb iránt azt gondolom, hogy nemzetbiztonsági kockázatokat is felvet az, hogy ma már Magyarországon a rendőrségtől kezdve a katasztrófa védelemig, a honvédségig és a kormány tagokig szinte mindenki a Facebookon keresztül kommunikál a közvéleménnyel. A Facebook pedig akár a Cambridge Analytica botrány kapcsán tudjuk, hogy visszaél azokkal az adatokkal, amelyek akár privát beszélgetések kapcsán a birtokába kerülnek. Tehát hogyha az Amerikai Egyesült Államokban Mark Zuckerberg felvethette azt, hogy a TikTok nemzetbiztonsági kockázat, hiszen egy kínai tulajdonú cégről beszélünk az Egyesült Államokban, akkor én azt gondolom, hogy teljes joggal vethetem fel azt, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hogyha kormányszervek vagy akár a rendőrség a Facebookot használja saját kommunikációjára. Azt is szeretném még hozzátenni, hogyha a 100 millió forintos kártérítést megítélik, én azt arra fogom fordítani, hogy saját olyan magyar közösségi oldalt hozzunk létre, amelyre ez a fajta szélsőséges balliberális cenzúra nem tud eljutni. Ennek érdekében torockai.info címen már elérhető
az elmúlt néhány nap óta elérhető az a közösségi portál, ahol tulajdonképpen a korábbi Facebook oldalamat jelenítem meg, és szeretnénk, hogyha ez egy a Facebookhoz hasonló közösségi oldallá nőne ki itt Magyarországon a következő hetek, a következő hónapok során. Egyébként ez azt is jelenti, hogy amennyiben a bírósági ítélet folytán, annak következtében a Facebook visszaállítja az oldalamat, akkor nem feltétlenül szeretném én azt az oldalt már majd működtetni, üzemeltetni. Ez elsősorban egy olyan erkölcsi, morális és politikai elégtétel, amiért ezt a pert megindítottuk, ami Magyarországon egyenlőre precedensértékű, hiszen hasonló jellegű perről nem tudunk Magyarországon, külföldön azonban Lengyelországban, illetve Olaszországban már van példa, sőt Olaszországban nyertes per is van már a Facebook ellen ugyanilyen politikai diszkrimináció miatt. Tehát elsősorban azért indítottam meg ezt a pert, hogy igazságot tegyünk, hogy rendet tegyünk, hogy bemutassuk azt a cenzúrát, amelyet ez a nemzetközi pénzhatalom művel világszerte, és egyébként a 100 millió forintot is arra szeretném fordítani, hogy Magyarországon legyen olyan magyar közösségi oldal, amelyet nem tud ugyanez a nemzetközi pénzügyi hálózat, pénzemberek nem tudnak cenzúrázni.